2007-ben a csapatunk legújabb járműve mellett állunk. Ez a Fertér történetek legsikeresebb szezonja. Emmával, az első közkerekes versenyautónkkal voltunk 4 versenyen. Ez a 4. versenyünk az évben. Németországban kezdtünk egy nem hivatalos Formula Student versenyen, aztán folytattuk Angliában. Végül Magyarországra érkezvén az FSIS volt a harmadik megméretet, és most itt az a Formula Student Hungary-n veszünk részt. És az eddigi versenyeredményekből kiindulva, illetve azok alapozva elég bizakodóak vagyunk, hogy szép eredményeket értünk el, mint statikus, mint dinamikus versenyszámokban ebben az évben. A csapat is összeállt, ez a második éve nagyjából annak a kemény magnak, aki ezt a csapatot működteti és dolgozik benne. És arról, hogy milyen technikai dolgok kerültek bele az autóba, az új fejlesztésbe, arról meg már Laci mondanak pár szót szerintem. Ami a legnagyobb újdonság volt a korábbi elektromos autóinkhoz képest, amelyek hátsó kerékhajtások voltak, ugye a kerekes hajtás megjelenése. Mi azt a hajtási rendezést választottuk, hogy a motorokat közvetlenül a kerék csonkálványokra szereljük, amelyek közvetlenül hajtják a kerekeket egy bolygóművön keresztül. Ez egy ilyen komplex hajtásrendszert eredményezett, ami egy vásárolt motor és motorvezérlő csomaggal valósítottunk meg. Emellett pedig a másik nagy lépés, hogy most először építette a csapat teljes karbon kompozit másszerkezetet, aminek a gyártása teljes egészében a csapat munkájében zajlott. És ezzel az autóval sikerült olyan menetteket produkálni, amelyek meghaladják azokat, amelyeket korábban valaha a BMW Fertő épített. A célkitűzéseink az idei szezonra annyiban nyilvánultak meg, hogy szeretük volna a dinamikus versenyszámokon az autó sokkal versenyképesebb a korábbi megoldásaink, és a jó eredmények, amelyeket Gábor ismertetett, ezt tükrözik is, úgyhogy ezt a célt sikeresen elértük. Azok a jó eredmények, amit már érintőlegesen említettünk, az a például a Angliában elért 8. hely, a nem hivatalos Formula Student német versenyt megnyertük 8 induló közül, az FSIS-en pedig egy nagyon szép dobogós helyet sikerült elhozni, egy 3. helyet. Ami külön kiemelnék, hogy a gyorsulás versenyszámot meg is nyertük a Formula Student Easten, illetve Angliában is volt egy hatékonyság versenyszámban 2. lettünk. Nagyon kevésen múlt az első hely, ezt még a díjátadón is kiemelték az angol bírák, hogy nagyon közel volt Budapestnek a 2. hely, és ezekre alapozva, ezekre az eredményekre, erre a csapatra alapozva, bizakodva tekintünk gyakorlatilag a jövőbe, amikor azért lesz egy nagyobb váltás, nyilván újra kell kicsit gondolni azt, hogy mit értünk el ezzel az autóval, és milyen irányban lehet tovább lépni. Azt mondom, nem lesz olyan egyértelmű a tovább lépés, mint mondjuk Emmával volt. Nem lehet már akkor a koncepció béli változtatás, de azt gondolom, hogy az alapok nagyon jók, és a fiataloknak nagyon jó csapat alapot és autó alapot tudunk átadni az év végén. Jó, nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert, és gratulálok az elért eredményekhez. Szépen elrendezzük le a fűket.